Szervusztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Dharma beszéden, és nagyon örülök, hogy Gábor áldozatos munkáját és sok más tag folyamatos gyakorlatát követve ilyen szépen összegyűltünk ma este Kanizsán. Bizony ritka és nagyon értékes alkalom ez. Külön köszönöm Gábor nagyon alapos bevezetőit, ahol csak a szépet mondta. És a legértékesebb az, hogy hát ugye közben a Zenből természetesen nem sok szó volt. Szó volt születésről, tanulmányokról, külföldi tartózkodásról, mesterrel való találkozásról, sok mindenről, de ebben még nincs zen. Mikor kezdődik a zen? A zen akkor kezdődik, amikor először felteszed ezt a kérdést, hogy valójában ki vagyok én? Mi ez a világ? Milyen összefüggés van a tudatom és a világom között? Mit jelent az, hogy ma bal lábbal keltem föl? Mit jelent az, hogy ma jó napom van? Tehát amikor először feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor elfogadjuk a szüleink, a tanítóink, a külvilág válaszát, aztán rájövünk, hogy ez mégsem elég. És szeretnénk mélyebbre menni, saját ismereteket szerezni, csak úgy, mint amikor nézed a képeskönyvet a hegyről, aztán a térképet, aztán az interneten elolvasod, hogy milyen arra a hegyre fölmenni, és még mindig nem voltál fönt. Tehát akkor úgy döntesz, hogy akkor hátizsák, vándorbót, gyorsan oda megyünk a hegy lábához, és elindulunk fölfelé. És önmagad és a világ megismerése is pontosan ilyen. A kérdés nélküli állapotból eljutsz a tudásig, a tudástól a tapasztalatig, és a tapasztalattól a tapasztalat felhasználásáig. Milyen tapasztalatról van szó? A Buddha és a pátriárkák tanítása azt mondja, hogy ha meg akarod tényleg ismerni a világliben létét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudatod teremt. Tehát ha bal lábbal keltél föl egy nap, akkor mindenki nagyon morcos lesz. Csak láttuk-e, hogy aznap mi keltünk föl bal lábbal, és nem a világban van annyiba. Van, amikor mindenki mosolyog rád, és repesnek, és gyönyörű az élet. Az mitől van? Az is tőled van. Azért látod úgy, mert aznap boldogság szemüveget vettél föl, és lehet, hogy valaki segített is ebben. Úgyhogy a tudatod határozza meg a világ minőségét, és ez a teremtő ereje a tudatnak. Következő lépés az, hogy lássuk meg, hogy mit teremtettünk. És ez a tudat látó képessége. És az a legérdekesebb, hogy az, ami benned lát, teremt, megtart és megsemmisít, az ugyanaz. Tehát a tevékeny és a szemlélődő, a teremtő és a lebontó, a megtartó és a megsemmisítő, az pontosan ugyanaz. Mi ezt nagyon szeretjük jóra és rosszra szétválasztani. Nagyon szeretjük általában a születést, a teremtést, és akkor pusztításról vagy halálról van szó, azt pedig nagyon nem szeretjük. Pedig nézd meg, mosogatás nélkül nagyon hamar nem lenne miből vacsorázni. Szántás nélkül nagyon hamar nem lenne termés. Kitisztulás, elmúlás nélkül az élet nagyon hamar lehetetlenné válna ezen a bolygón. Tehát a tanítás azt mondja, hogy nézd meg az élet és halál körforgását, és azt is tapasztald meg, hogy mi az, ami ezt csinálja. Mi az, ami ezen keresztül megy, mi az, ami ezt látja, és mi az, ami ezt teremti. Ez eddig nagyon elméletileg hangzik. Mi a jó ebben? Mire jó ez? Alapszinten az a jó és praktikus benne, hogyha te önmagaddal tisztában vagy, akkor a világgal is tisztában vagy. Hogyha behangolod a tudatodat minden reggel, mint egy jó hangszert, akkor az aznapi szimfóniát, vagy versenyművet, vagy kamarazenekari művet, azt sokkal szebben tudod eljátszani. Szenvedésmentesebb világot tudsz teremteni. Ugyanis a Buddha tanítása úgy kezdődött, hogy meglátta, hogy a világban van szenvedés. Ezt hívjuk a szenvedés tényének.
Az emberek nem tudnak megküzdeni a születés és halál traumájával, nagyon nehezen. Tökéletlenül és egymásba tiporva, egymásba marva, egymástól energiát véve, egymással nézeteket és véleményeket vetítve. Tehát a mulandóság egy óriási probléma. Az elégtelenség vagy tökéletlenség az is. Amikor állandóan veszünk egy új ruhát, állandóan veszünk egy új hifit, autót, komputert, magas sarkú cipőt, parfümöt, kozmetikumot, lakást, kocsit, mert épp nem jó az, ami van. Nem a helyzetet követi, hogy hirtelen lett három gyermeked, nem ezt követi, egy ideát követ, az elégtelenség ideáját, a kielégítetlenség érzését. Akkor ez a második nagy alap jegye a létnek, az elégtelenség vagy tökéletlenség. És a harmadik az a függés. Tehát mi nagyon szeretnénk szeretetet adni és kapni, de közben nagyon szabadok is akarunk lenni, és a függő helyzetet nem akarjuk elvállalni. De a szenvedés az pontosan ebből a három alapjegyből fakad, ami a létnek sajátja, mulandóság, elégtelenség vagy tökéletlenség, és kölcsönös függés. Mit lehet ezzel kezdeni? Elsősorban rá kell ismerni, hogy ez így van. Azt is meg kell látni, hogy hogyan teremtjük ezeket a függő viszonyokat, mitől leszünk elégedetlenek, és mi az, amihez ragaszkodunk, mi az, amit nem akarunk elengedni, és miért fáj a mulandóság. És hogyha ezzel merünk szembenézni, és nem valami rózsaszín nirvánába gyorsan begyalogolni, akkor valósághűbb, igazságosabb és valahol tisztább életet tudunk élni, és tisztább halált tudunk halni. Az emberi létnek nem kell szenvedésnek lennie. De a ténye az ott van. Ennek van oka, ennek oka a ragaszkodás, a téves, dualisztikus nézeteinkkel való azonosulás, tehát hiszünk a jó és a rossz abszolút értékében. Nem látjuk, hogy a jót és a rosszat mi teremtjük. Nem látjuk, hogy az ítéleteink által mi vágjuk a világot jóra és rosszra. Tehát az okát meg kell látni, és akkor megláthatjuk a megszüntetését is, és a megszüntetés az pontosan ezen kettősségekre, ellentétekre szakadt nézetek meghaladása. A jó és a rossz relatív voltának, viszonylagos voltának a belátása. És hogyha ez így van, akkor járhatjuk azt az utat, amelyen megszüntethetjük a szenvedést. Amikor nem nevezem el a világot jónak vagy rossznak, csak látom, hogy az ég kék, a fa zöld, és kint égnek a halogénlámpák, mert este van. Ezt a rendet alapítottuk, ezt a rendet éljük. Ha nem tetszik, akkor közösen kell változtatnunk rajta. Nem valahonnan fölülről vagy alulról jön az emberek jogosultsága, hogy mások fölött uralkodjanak. Ez mindig az uralkodói attitűdből, mások akaratának befolyásolására történő vágyból következik. Tehát egy közösség, egy nemzet, a nemzet különböző csoportjai, egy kontinens, egy egész emberi civilizáció, ha belátja, hogy a tudatával teremti a világot, a gondolataival, az érzelmeivel, a cselekedeteivel, a beszédével, akkor sokkal felnőttebb, sokkal emberibb világot tud létrehozni, mert a felelősséget nem tolja valahova fölülre, vagy valahova alulra, vagy valahova magunk mellé. Hogy mások miatt, vagy más miatt vagyunk ilyenek. Hogy ez a sorsunk, és ez a végzetünk. A zen pontosan ezen nézetek meghaladását jelenti. Lásd meg, hogy miért születtél ide, de lásd meg azt is, hogy mindig van választási lehetőséged. Lásd meg a szokásaidat, lásd meg a személyiségedet, de azt is, ahogy azt fölépítetted. Lásd meg a valószínűtlen változásokat. Nem biztos, hogy mindenki ebben az életében űrhajós tud lenni, vagy hegedűművész. De hogy azt, amit csinálsz, azt csinálhatod jobban is, az biztos. Azt csinálhatod tisztábban, csinálhatod önzetlenebből,
csinálhatod másokért, az mindenkinek a lehetőségei közé tartozik. Tehát mik vagyunk? Miből állunk? Láthatóan állunk testből, beszédből, gondolatból, érzelemből, de mi az, ami ezt az egészet csinálja, létrehozza? Mi az, ami felveszi ezt a testet, gondolkodik a gondolatoddal, érez a szíveddel, lát a szemeddel? Mi ez? És ennek a tapasztalását nevezzük igazi énünk, vagy Buddha természetünk, vagy igazi önvalónk tapasztalásának. Erre irányul a meditáció, erre irányul a zen gyakorlat, hogy ezt a nagyon fontos, lényegi dolgot, amely nem név és nem forma, nincs színe, nincs szaga, nincs hangja, semmiféle érzékszervi attribútuma nincs, de mégis ennyire jelentős, ennyire fontos, nos, hogy ezt tapasztaljuk. És ha ezt tapasztaltad, akkor kezedben van a sorsod, magad alakítod. Kezedben van az életed, mert helyes döntéseket hozol. Tiszta tudattal, töretlen tiszta tükörrel úgy látod a világot, ahogy van, tehát a világ nem tud megcsalni. Hol csapnak be? Csak ott csaphatnak be, ahol te becsapod magad. Amit vagy nem tudsz, vagy nem akarsz tudni magadban. És hogyha ezeket elkezded kigyomlálni, akkor az életed minősége javul, mert a tudatod minősége javult. Ez nem egy gyors folyamat. Körülbelül ahhoz hasonlít, amikor nagyon furcsa a motorhangnál felemeled a motorháztetőt, és látod, hogy hát nem csak a motorral van itt probléma, az akkumulátorral, adagolóval, ablaktörlő motorral, mindennel. Mert esetleg több ezer vagy több tízezer kilométer óta nem nyitottuk föl a motorház fedelet. Nem cseréltünk olajat, nem töltöttük fel a hűtőtartályt, fékolajat azt végképp nem néztünk, tehát így rohantunk bele a saját vágyainkba, dühünkbe és téves nézeteinkbe, mint fejjel a falnak. És legtöbben úgy reagálunk rá, hogyha akadályba ütközünk, akkor visszahátrálunk körülbelül 2 métert, és újabb erővel ugyanazon a ponton ugyanúgy fejjel belemegyünk, mert hát ha akkor az más lesz. És így életeket lehet eltölteni. Úgyhogy ez rendkívül egyszerű és rendkívül tiszta. Azok, akik több egyszerre hallják, és akik előszörre hallják, ugyanazt látom a szemetekben, valahol ráismerést, de egy pici csalódást is. Mert ez nem gyors, nem hirtelen, nem instant, nem lehet feloldani egy pohár vízben, meginni, és akkor ott vagy a nirvánában. Az egy másik irányzat. Egy más típusú iskola. Ez az instant boldogságkeresés. Ilyen nincs. A boldogság azon ritka pillanatokban, amikor tényleg tökéletesnek látod és tökéletesnek tapasztalod, ez egy melléktermék. Ez a melléktermék, ez nagyon kell. Ez a megismerésnek és a tisztulásnak a belejárója. Amikor tényleg már nagyon kitakarítottad a lakást, és azt mondod, hú, jaj, de szép! Most úgy minden rendben van, a járólapok, a padló, a csaptelepek, a csempe, a bútorzat, a konyha, a fürdőszoba, nappali hálószoba, minden rendben van. Illatosak az ágyneműk, tiszták az ablaküvege. Na, akkor most hívjunk vendégeket. És akkor hazavágtuk 2 nap alatt pillanatokat. De kell, kell. A tudatnak is vannak vendégei. A szándékaid, az akaratod, a tetsző, nem tetsző tudatod. És a tudat vendégeit nehezebb haza kommentálni, mint a barátokat, akik ugye jönnek kívülről. A zen tehát azt tanítja, hogy a világ éppen ilyen. Az ég kék, a fű zöld, a kutya ugat és a macska nyávog. Ebben nincs rossz és nincs jó. Ez éppen ilyen. És az okozatiságot is tanítja, hogy mindennek van oka, és mindennek van következménye. Belenézel itt a közép-európai vagy kelet-európai közéleti morálba, mintha elfeledkeznénk erről.
mint hogyha az okozat nélküliséget szeretnénk nagyon. És valahol mégis a tagadás leple alatt az okozat kúszik, átkúszik azokon a verbális szögesdótokon, amiket ugye tagadásnak hívunk, és valahol a valósággal találkozik titkon, éjszaka. És nappalra pedig ott az eredmény, és mindenki megvan lett, hogy hát ez meg hogy lehet, mintha ezt senki nem csinálta volna. Ezért fontos, hogy a világ teremtését azt úgy lássuk, hogy mi tesszük. És az okozatiság belátása azt tesz felnőtté. A gyerek még nem tudja, hogy mi következik abból, hogyha nem szoba tiszta, de anyuka meg apuka nagyon. Tehát megtanulja a gyerek, hogy hogyan kell bilingülni, hogyan kell elvégezni a kis dolgot, a nagy dolgot. De megtanulja, hogy hogyan kell felöltözni, már rég tudja, hogy hogy kell enni, meg inni, az az első. És akkor szépen az okozatisággal először fizikai szinten tisztában van. Aztán a család elkezdi tanítani, hogy kisfiam, kislányom, ilyet te nem csinálsz. Amíg ebben a házban élsz, addig hazajössz időre. Azt mondtam, hogy ebbe az iskolába menj, és nem másikba. Tehát ez most itt szépen 5-6 éveket ugrottunk minden mondattal. Tehát az okozatiság, az nagyon érdekes. Ahány ház, annyi szokás, de az okozat, az nagyon ott, az mindenhol ott van. Az elől nem menekülhetsz. Pedig nagyon szeretnénk elfeledkezni róla. Szeretnénk elfeledkezni arról, hogyha megszülettünk, akkor meg is halunk. Ha jól érezzük magunkat, akkor rosszul is fogjuk. Ha van valami, amit kaptunk, azt előbb-utóbb vissza kell adni. Ha másképp nem, akkor az utolsó napon. Mert üres kézzel jössz, és üres kézzel távozol. Az ember ilyen. Tehát lássuk magunkat a magunk teljességében. Lássuk egymást a magunk teljességében, ahogy valójában vagyunk. És lássuk a világot úgy, ahogy van a maga teljességében. És nézd meg, hogy ez főleg emberi kapcsolatoknál milyen nehéz. Mennyire azt akarjuk látni a másikban, amit mi szeretnénk. És milyen iszonyatos csattanás az, amikor kiderül, hogy jaj, hát az nem is úgy van. Hát ő is önálló, őnek is van saját lelke, gondolata, beszéde, akarata, tetszése és nem tetszése. Tehát mikor leszünk már állandó rádióadás helyett telefon, amiben úgy bele is lehet beszélni, és meg is hallgatjuk, meg is látjuk, hogy a másikban mi van. Úgyhogy ezen mindenre jó. A meditációja a legegyszerűbb, egy túladagolhatatlan módszer. Akármennyit csinálod, egyszerűen nem tudsz belefutni semmi olyasmibe, ami később gát lenne, hiszen egy tárgyatlan, tiszta, tükörszerű tudatot próbálsz megvalósítani. Néha éveken keresztül nézed a saját mozidat, mert egyszerűen még nem vagy ott, hogy tapasztald. Tapasztaltad egy pillanatra, és aztán megint a mozi újra jön. De mégis arra a pillanatra te tiszta tükörrel, tiszta térszerű tudattal rendelkeztél. És ez a tapasztalat az visszaadhatatlan. Azt tud inspirálni, tud segíteni, mert elvágja az illúzió fájtlát. Elvágja a gondolatok állandó folyamatát, vagy állandónak tűnő folyamatát. És egy pici illata megcsap a megszabadulásnak. És amikor ez van, akkor tudod, hogy ez a valóság nem olyan, mint ami eddig hittél. Nem egy változtathatatlan, abszolút külső forrásból teremtett valami, és te nem egy porszám vagy a sivatagban és hangyabolyban. Benned van a világ teljessége. Benned van minden lehetőség, hogy megvilágosodj, és az mindegy, hogy meddig tart. Hiszen ha folyamatosan mész az úton, akkor nincs olyan, hogy ne érd el. Csak akkor nem éred el, ha megállsz, vagy más irányba mész. Csak akkor. Régi Kínában volt egy történet. Egy konfuciánus tudós a vidéket utazta, és akarta látni, hogy a nép hogy él. És rárelt egy olyan családra,
ahol apa és fia úgy döntött, hogy egy kisebb fajta dombot elhordanak, a házuk és a tenger közül nem látták a tengert és szerették volna. És hát akkor még nem voltak dózelek, teherautók, egyéb ilyen nagyon komoly hidraulikus szerszámok. És bizony talicskával, lapáttal, ásóval, kézi erővel, amikor nem kellett az illelemért, a betelő falatért dolgozni, apa és fia hordta a dombot. És a tudós azt mondja, hogy megvagytok ti őrülve? Hát ebben az életben soha nem fejezitek be. Erre az apa nagy nyugalommal visszaszólt. Azt hiszem, hogy az őrület nem ebben a házban van. Hiszen, hogyha én is hordom, a fiam is hordja, az unokám is hordja, összes leszármazottunk hordja, akkor nem lehet olyan, hogy ne lássuk meg valaha a tengert. Mert a hegy nem nő vissza, a föld nem dagad és szaporodik. És akkor a tudós valami egész más mentalitással ment el, mint ahogy odajött. Ez azt jelenti, hogy a karmádnak nincs öntermészete. Az egódnak, az énednek nincs szilárd alapja. Ezt pillanatról pillanatra fenntartjuk, az énség illúzióját, a változtathatatlanság téves nézetét. És hogyha ezekkel az illúziókkal merünk leszámolni, akkor megszabadulhatunk. De az illúziók annyira édesek, annyira hozzászoktunk, és annyira azonosulunk az önképünkkel, hogy az önvalóig, ami ismeretlen és felfedezetlen, és erőfeszítést kell érte tenni, addig úgy tűnik, hogy nem jutunk el. Néha nem is akarunk menni, mert a szenvedést jobban megszoktuk. Jó vagyunk így. Néha nagyon rossz napom van. Meg a halától is félek, meg utálom a főnököt, meg nem akarok este hazamenni, de az így jó. Jó, rendben van. Néha iszonyatosan beteg leszek, meg allergiám van, meg hát ugye a régi rokonsággal aztán tényleg nem, apó sajnos szóba se jöhet, évente egyszer csak halottak napja, az kész. Akkor is, mert borzalom. De akkor mégis jó van ez. Jól van? Rendben van? Tehát nézd meg azt, hogy hol szorít a cipő, hol fáj. És ismerd be, hogy fáj, ismerd be, hogy szorít. Meg látni belül. És nem elmenekülni valami idő a világban. Annyit már tudsz, akár kezdő vagy, akár haladó. Ennek különben sincs az ember túl sok értelme, hogy kezdő vagy haladó. Annyit már tudsz, hogy ez nem az elhárító mechanizmusok iskolája. Ez nem az elétett nirvána kendő lobogtatása. És ez nem a hamis nihilista ugye, elméleteknek és tanoknak a tárháza. Itt visszatérsz a valósághoz úgy, ahogy az lényegében és jelenségében van. Ha nem gondolkodsz, ha visszatérsz a gondolkodás elé, akkor megtapasztaljuk igazi önvalónkat, lényegünket, mert mindegyikünkben ugyanaz a természet. De ha nem térsz vissza a gondolkodás elé, ha ragaszkodsz a névhez és formához, ha ragaszkodsz a gondolataidhoz, érzelmeidhez, beszédedhez, testedhez, érzeteidhez, minden, ami megjelenik és eltűnik, akkor nem jutsz el oda. Pedig itt nem távolság van, itt egy mozdulat van. És ez a mozdulat az, hogy hagyd abba. Egyszer hagyd abba a meddő vágyakozást, hagyd abba a düh állandó táplálását, hagyd abba a téves nézetek görgetését, és ne mozduljon a test, és ne mozduljon a test legalább egy pillanatra. És ha ezt 100%-osan képes vagy megcsinálni, arra az időre megvilágosodott vagy. Az lehet, hogy a karmát hátba támad az utca sarkon pillanatokon belül, általában ezt szokott történni, akár úgy, hogy jutalmazod magad ezért a felejthetetlen pillanatért, akár úgy, hogy nem. A jutalom az általában az, amit el akartunk kerülni korábban, amitől meg akartunk szabadulni korábban.
Az ember azért rendkívül érdekes állatfajta. Iszonyatosan okosak vagyunk, és ezt az okosságot magunk és mások ellen szeretjük felhasználni. Mikor jutunk el oda, hogy ez így értelmetlen? Ez így hiába való? És mikor ismerjük fel magunkban azt a fantasztikus lehetőséget, hogy a vágy, harag és téves nézetek helyett a gyakorlaton és tapasztalaton keresztül önerőből, de mégis közös erőfeszítéssel elérhetjük igazi önvalónkat, megtapasztalhatjuk a bölcsesség, együttérzés és önzetlen segítség állapotát, és egy teljesen más egyént, családot és társadalmat teremthetünk, ha erre kellő mennyiségű ember vállalkozik és eléri ezt a fokot. Semmi sem lehetetlen. Csak látnod kell az irányt, és hinned kell benne, hogy ez megvalósítható, és lépéseket kell tenni azért, hogy ez így legyen. Hogy ehhez az okozatiság látása ugyanolyan fontos, mint annak a tapasztalata, ami a cselekvésen és következményén, az okon és okozaton túl van, ami ezt az egészet teremti. Hogy nem mentesülhetsz semmilyen következmény alól, de tartózkodhatsz a cselekvéstől. Tartózkodhatsz a beszédtől, tartózkodhatsz a gondolkodástól és érzelmektől, de ehhez az állapothoz sem ragaszkodsz. Amikor szükség van rá, amikor a helyzet úgy kívánja, amikor a kapcsolat úgy kívánja, szólsz, gondolkodsz, érzel, de nem magadért, másokért. Azért, hogy mások is a kevesebb szenvedés és a felébredés felé menjenek. És ezt nem deklaráltam. Sohasem úgy, hogy de tudod, hogy én buddhista vagyok. Hú, az úgy nagyon rossz. Az úgy nagyon-nagyon nem célra vezető. Általában az emberek ilyen hatalmas vasajtókat szoktak leengedni, hogyha megtudják, hogy te valamilyen ista vagy. Az úgy gyanús. Tehát a megcímzetlen, felékesítetlen, egyszerű és tiszta mindennapi gondolkodásoddal, mindennapi beszédeddel, mindennapi tudatoddal, amely mögött egy nagyon tiszta önvaló van, amit egy nagyon tiszta tükör lát, amiben nincs sem erény, sem bűn tudata, csak nagyon tiszta látása az eredetnek és a következményeknek. Úgyhogy ez az ember a lehetőség, tehát ez benned, bennetek, bennünk a lehetőség. És ennek az útnak nagyon sokféle tanítása van, és én szívből kívánom, hogy lépjetek el mindannyian, amíg lehet. Nem a világ változik, csak mi halunk meg. De nagyon-nagyon hamar. Eleget éltél már ahhoz, hogy lásd, hogy az idő milyen iszonyú gyorsasággal telik. Amikor gyerek vagy, akkor egy délután annyi, mint később 20 évesen egy hét. Később annyi, mint egy hónap. És az évek repülnek, és ezt csak azt mondod, nincs tovább. Addig mit csinálunk? Mivel töltjük az időnket? Mivel sújtjuk, vagy segítjük magunkat és a világot? És ezt mindenféle drámázás és egyéb ilyen szélsőséges érzelem és gondolat nélkül egyszer nézd meg belől. Ülj le, mintha kinyitnál egy régi könyvet, és nézd végig a lapokat. Az első lapra az van írva, hogy valójában ki vagyok én. Második lap, miért jöttem ide? Miért születtem meg? Mit látok a világból? Harmadik. Mit látok a barátaimból és az ellenségeimből? Mit látok a családomból, a nemzetemből, a civilizációból, a kultúrából, ahol élek? Mit látok ebből? Itt nem tudásról van szó, senki nem kér, hogy menj be az akadémiai könyvtárba, és ott mindent biflázz be, ez lehetetlen. Tehát láss a szemeddel, hallja a füleddel, gondolkodj a tudatoddal, és tiszta tudattal tükrözd, regisztráld, hogy mi van, hogy működik a világ, hogy működsz te. És ekkor megtalálhatod az utadat. És ennek a könyvnek még nagyon sok alapja van belül, csak ezt neked kell kinyitni, ezt senki nem nyithatja ki helyetted.
Úgyhogy ez az ember a lehetőség, tehát bennünk a lehetőség. Ezen az úton lehet járni, és a szerencsére nem olyan, hogy ilyen hatalmas talicskákban kell hatalmas tömegeket tolni előre. Egyszerűen az energiádat fordíts befele, és a meditációval tisztítsd meg a tudatodat, ha magad is úgy akarod. Úgyhogy ennyit szántam bevezetőnek, és most nagyon szívesen várnám kérdéseiteket, bármilyen kérdést, zennel, élettel, egyébbel kapcsolatos, bármi. Tessék. Mi a karma? Röviden. Ok és okozat. Ok, ami itt vagyunk a Földön. Is. És a sors? A sors az ok és az okozat felgyülemlése, és egy életúttá szilárdulása. Ha megnézed, akkor ez úgy tűnik, mint egy egységes bőrkarfa lenne. De ha a mikroszkóppal megnézed, akkor itt nagyon-nagyon sok atom vesz részt abban, hogy ez egy bőrfelület legyen. Ha még mélyebbre megyünk, az atomokat is nagyon picikek és egyéb részecskék, szubatomi részecskék alkotják, és ezeknek a rezgése alakítja ki az atomokat, az atom ezt az anyagot. Tehát ha úgy szeretnénk fogalmazni, hogy ez valójában mi, ez egy olyan energiagombóc, aminek az a szokása, hogy bőr legyen. Az a sorsa, hogy bőr lett, mert így rendeződött el ez az energia és az információ együtt. Ez benned is van energia és információ, és ennek az elrendeződése ez a test, és ez a tudat. Ha úgy tekinted, ahogy általában nyugaton a sorsot szoktuk, akkor az egy változtathatatlan valami. Az egy zsák, amit ráraktak a válladra születéskor. És akkor ez a te sorsod, ez a te végzeted. Igen, nem csak le kéne tenni a zsákot egyszer a földre, kinyitni a száját, és megnézni, hogy mindegyik zsákban ilyen kis labdacsok vannak, és minden labdacs egy szokás. Minden szokásnak vannak cselekedet elemei, a felhalmozott cselekedetek. Tehát van egy takarító szokás, van egy főző szokás, van egy öltözködő szokás, van egy mosakodó szokás, és azokban benne vannak a cselekedetek. Ezt mind a személyiség zsákjába beletettük, fölvettük a hátunkba, és visszük, visszük, visszük. Na, ha így te, akkor az a sors az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz. De ha meglátod, hogy folyamatosan te teremted az összes szokás labdacsot, az összes karmikus csomót magadban, akkor ezeken tudsz változtatni. És így a sorsból esély lesz. Így a végzetből kezdet lesz. Így az akadályból út lesz. Tehát a sors az egyfajta szemlélet, és én gyorsan lefordítom egy kreatívabb, cselekedhetőbb szemléletre, ami az ok és okozat, a cselekvés és következménye, ezeknek szokássá, eseményé való sűrűsödése, személyiségé való összeállása. És hogyha ezt elkezded szépen lebontani, akkor csak a tiszta, tükörszerű tudat marad. Az a potenciál, ahonnan ez jött. Tehát eredetileg a sorsod nem létezik. Eredetileg az éned nem létezik. Mi hozzuk létre a sajátunkat. De viszont a karma, amiért mi születünk, az adva van, ugye? Az ok, amiért itt vagyunk. Honnan van adva? Karma volt? Vagy valami ügynök hozta? Honnan van adva? Gondolom az a döntés. Amikor leszületünk és meghozzuk a döntést, hogy miért születünk le. Ki hozza azt a döntést? A szellemünk. A szellemünk? Igen. És az mi? Hát az írja a karmát itt a Földön. Tehát mi megteremtjük a sorsunkat tulajdonképpen itt. A feladatunkat, a sors feladatunkat, nem? A szellem és te azonosak vagytok, vagy különböztök? Nem. Tehát még egyszer, azonosak vagytok, vagy különböztök? Hát van a test, van a szellem és van a lélek. Nem sok ez egy kicsit? Tehát két vezető egy kocsiban? Nem sok ez egy kicsit? Hát vannak, akik így tanítják. Vannak, hát akkor őtőlük kell megkérdezni. Ez egy sokkal egyszerűbb történet a mi esetünkben. Van egy tudat és 10 000 megnyilvánulás. Ebből az egyből jön minden.
Tehát mi az, ami azt mondja, hogy test? Mi az, ami azt mondja, hogy lélek? Mi az, ami azt mondja, hogy szellem? Ez nem kettő, három vagy több. Ez egy valami. Ezt az egyet találd meg. Mert ez készíti az összes életedet, ez készíti az összes karmádat, és ez az, ami megszabadul mindentől. Végtelenül egyszerű. Végtelenül tiszta. További kérdés? Unalmas. Mondd! Szeretném megkérdezni, hogyha én el akarom kezdeni ezt a gyakorlást, a zen gyakorlást, mi az, amit ajánlasz könyvnek, vagy amikor először el tudom kezdeni ezeket a tanításokat? Én a holnap reggel 9 órát ajánlom. Igen? Minden könyvnél jobb. Igen? Bárminél jobb, a közvetlen tapasztalat, és az a jó, hogy ebben még segíteni is tudok. Egyébként adunk könyvet is. Megvan írva a receptkönyv. Okay. De nem jobb azért a szakáccsal és a kuktákkal találkozni, és egy kicsit együtt közöcskézni? Igen, igen, abban ki lehet fáradni marhára, de a lényeg az, hogy, hogy meg kell próbálni. Igen. És a receptkönyv az nagyon jó, de itt mindenki tudja, akár főzi a vacsorát, akár eszi, akár mindkettő, főzés nélkül nincs étel. A receptkönyvet olvashatjuk élethosszíglan, de maximum papírt tudunk enni akkor. Én már csak tudom. Ez biztos. Biztos nagyon rossz akács vagy. További kérdés? Itt. Szó volt itt a szállandóval, a lélekről, tehát ugye a buddhizmus azt vallja, hogy van reinkarnáció. Akkor most mi az, ami reinkarnálódik? Pontosan. Mi az, ami föltette benned a kérdést? Hát, hogy most itt szellem, lélek, most az egész. Most megismételted a kérdésedet. Igen. De én azt kérdeztem, hogy mi az, ami benned föltette a kérdést? Honnan jött a kérdésed? Hát, a fejemből. Az nagyon kicsi kérdés lett volna. Ez a kérdés sokkal nagyobb volt, mint bármelyik koponyája. A tudatom. Közelít, közelít. És mi mondja azt, hogy tudat? Hát az. Hallom az öngét, azt mondta én. És mi mondja azt, hogy én? Hát az én, az ő saját énje. Mert ugye vagyunk. Mert ki? Ő. Vagyunk? Biztos? Hát az meddig? Én, hát ameddig. Tehát, lázolom a problémát. Első probléma az, hogy kirúlt a poharam, és nincs benne víz. Ezt most gyorsan pótoljuk. De a következő az igazi probléma. Az ebben a palacban lévő anyag, ami kémiailag H2O, magyarul úgy hivatik, hogy víz. Szerbül, hogy hívjuk? Hangosan van. Voda. Oroszul is. Franciául ló. Koreaiul szú, vagy sikszú, hogyha ivóvíz. Viszont ez a valami nem mondja azt, hogy én víz vagyok, vagy ja voda, vagy je suis l'eau, vagy nega se suya. Ezt nem mondja. Ezt csak mi mondjuk. Ez a mi gondolkodásunk, ami ráakasztja erre az önvalóra azt, hogy én. Most hogyan tudnánk azt, hogy megiszom a vizet? Hasonló módon, hogy tudnánk tapasztalni ezt a tudatot? Nem kellett beszélnem hozzá, nem kellett elneveznem, nem kellett hívogatnom, hogy vizecske, megengedett, hogy megígyalak? Na, ez nem így van. Mert tapasztalod gondolkodás nélkül? Nevek és formák nélkül? Hogy tapasztalod igazi önvalódat, az én, vagy a tudat, vagy a lélek és a szellem, vagy az önvaló elnevezése nélkül? A maga nyers, pőre, tiszta valójában. Na, ez kell a gyakorlat. Ezért volt nagyon jó a kérdése. Ezért nem fér bele senkinek se a fejébe. Mert nem tudható a válasz. Csak tapasztalható. Akármennyit játszottunk ezzel, remélem jól esett a játék, de pontosan ez a kérdés. És pontosan erre nem lehet innen a kicsin fejemből választ adni.
Nem lehet. Tapasztalatból lehet, gondolatból nem. Mire akárhány néven nevezem a vizet, ha szomjas vagy, akkor inni kell. Tehát tapasztalni kell. És innentől kezdve mindegy, hogy hívod. De hogy honnan jön a kérdés, az nagyon fontos. Ezért a mi meditációs gyakorlatunkban pontosan azt csináljuk, hogy mi ez? Ha karmát látsz, mi ez? Honnan jön? Meglátod a forrás, léptél még egyet. Mi ez? Honnan jön? És utána eljutsz addig a tiszta pillanatig, amikor már semmi más nincs, csak ez. További kérdés? Tessék. Itt még a legelejéhez egy gondolat, de hát ugye a tudat, hogy szóba jött, hogy a tudatosság. Igen. És ha a tudatosság működik, utána jöhet a tudat is. Ezt én nem különíteném el. Tehát a tudatosság és tudat gyakorlatilag ugyanaz, csak az egyiket úgy mondtam, mint egy alany, a tudat, a tudatosság pedig mint egy állapot vagy funkció. Én azt mondanám, hogy a pillanatot fogjuk meg. Ne különítsük el a tudatot és a tudatosságot, mert ez gyakorlatilag csak nyelvtani. Tényszerű és minőségi megállapítás az egyetlen ebben az esetben. Itt vagy, jelen vagy. Tudat és tudatosság ebben a pillanatban teljesen egyé válik. Te és a világ ebben a pillanatban egyé váltok. Tehát az ittben és a mostban, ebben a pillanatban, és csak is ebben a pillanatban lehetséges a felébredés. Semmikor máskor, sehol máshol. Elég lesz így ennyi, vagy fűzzük tovább? Jó, jó a pillanat. Egyéb kérdés? Nekem nincs konkrét kérdésem. Kóráról szeretnék esetleg, amit gondol, mondja, ha lehet. Hát egyrészt rögtön Kóráról a hála és köszönet érzéssel jut eszembe. Mindig is. Ugyanis ott volt, van és remélem lesz is olyan hagyomány, hogy a mesteremhez hasonló tudatok meg tudtak ott születni. Ugyanis ha ott nincs az a hagyomány és nincs több száz évnyi munka, gyakorlat, erőfeszítés és hihetetlen drámák, újraszületések, újraépítések, akkor oda nem születnek olyan tudatok, mint Sung San Suning vagy Jinjie Suning vagy egyebek. Olyan zen mesterek, akikre joggal nézhetünk fel. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez a tiszta tudat, ez a megvilágosodott tudatosság, amiről beszéltünk, ez fenntartható állapot? Tehát aki ezt eléri, az ebben éli az életét, vagy ez addig tart, amíg a meditáció tart, és aztán ugyanolyan tudatban éli az életét, mint bárki. Kitűnő kérdés. Megszerezni, elérni sokkal könnyebb, mint megtartani. A megtartásához kell nagyon komoly gyakorlat. A karmát bármilyen pillanatban, bármilyen szögből visszajöhet. Ezért kell a tiszta jelenlétet, a tiszta tudatot mindig fenntartani, és ez nem megy gyakorlat nélkül, nem megy az elmélyítés nélkül. Mi ezért gyakorlunk. Mindegy, hogy hatalmas áttöréssel tapasztaltál ezt valamit, vagy pedig nagyon finoman nyitott be a lelked ajtaján, és szép fokozatosan jött be. Az a fontos, hogy ez a drága vendég az ne menjen el, és ő belőle legyen a gazda. Ez a tapasztalat szilárduljon meg. És ehhez nagyon sokat kell magadban csalódnod, hogy végül is letisztázódjék ez, mert mindig egy másodpercet behelyettesítünk valamit az egoitásukból ezen tiszta, éntelen tapasztalat helyére. De elérhető az állapot? Elérhető. Elérhető? Jelleket nem tart?
kapcsán. Elérhető. És utána fenn is tartható. Csak ez erőfeszítést kíván, mint minden. Én azt mondom, hogy csak annyi időt töltenénk vele, mint amennyi tévénézéssel, akkor az nagyon jó lenne. Jó, tévé és internet együtt. Az úgy már egy kicsit vaskosabb. Ha ezt ráadoznánk, hogy csak fele annyit, már nagyon jó menne a dolog. Rendkívül egyszerű. De ha nem szoktad meg és nem csinálod, akkor nem működik. Köszönöm a kérdést, kitűnő van. Még több, bárkitől. Nem tudom pontosan, hogy fogalmazzam meg a kérdést, annyit mondtál, hogy ego, és mindent, tehát faktikusan az egónk ragaszkodik a megszokáshoz, meg minden, és nem mi, pedig mi. Mi és az egónk közti különbség, akkor az mi. Nagyon jó. Látod a csillagok háborúját? Mind a hat rész. Nem csalódtam benned. Nagyon jó. Számos epizódban szerintem, hogy mindegyikben előfordul, hogy a kis Artudetto ott leáll, kijön belőle a vetítő egység, és azt a hologramot oda teszi a térbe. Ugye? Ott nagyon látható, hogy a hologram és a valódi emberek között az óriási a különbség. Most képzelj el egy olyan hologramot, ahol nincs különbség. Az igazi ember, hogy megveregeted, ott van hús, van test, az valódi. A hologramon keresztül megy a kéz, nincs rajta fogás, nincs tartalma semmije, illuzórikus. És hogyha Artudetto lejátszotta a üzenetet, akkor a kivetítés abba marad, és eltűnik a hologram. Ez a hologram az egoitás, ez a mi kivetítésünk, ez amit gondolunk magunkról, ez amit a bennünk lévő szokások, a bennünk lévő robot betesz a térbe. És ha ettől megszabadulunk, akkor maradunk mi. Marad az igazi énünk. Tehát minden, amit kiteszel gondolatból, érzelemből, tapintásból, látásból, az, hogy azt mondod, hogy ez én vagyok, oda ki, az nem te vagy. Az csak egy illuzórikus, kivetített, holografikus valami, és mihelyt a körülmények megváltoznak, mihelyt a kivetítés megszűnik, vége. Nem tudsz benne menedéket venni, nem tudsz rá támaszkodni. Nem marad meg. És az igazi éned, igazi önvalód, ami ebben a pillanatban, és csak is ebben a pillanatban van jelen, az nem kivetítés. Sőt, inkább ez a tükör, amiben minden kivetítés látszik. A szokásaid, a karmád bizony, ez a kivetítés forrása és eredménye is. Azért, mert most faktikusan nem kell megfelelni senkinek. Ez jó, de az igazságban élni nagyon jó. Nem kell megfelelni senkinek, de az igazság talaján állni, az bizony felcserélhetetlen. Ugye? Tehát ne ragaszkodj az illúziókhoz, ne ragaszkodj az énhez, térj vissza ahhoz a tiszta tudathoz, amelyik lát mindent. Teremt mindent, és megtart, és le is bont mindent. Oké. Okay. Nagyon jó kérdéseket kapunk ma este, mindenki. Úgyhogy még van egy párra időnk, hogyha ti is így gondoljátok. Az utolsó kérdéssel kezdett a nemek egyensúlya helyreállni, de eddig a hölgyek voltak sokkal aktívabbak, és a fiúk kicsikét ilyen félszegen, visszahúzódóan üldögélnek, és gondolkodnak. Tehát kinek van kérdése? Bárki.
Én arra lennék kíváncsi, hogy mit jelképez ez a ruha, amivel tagy van. Köszönöm a kérdést. Ez egy kb. 1700 éves divat, és nem tudták megváltoztatni a modell kínálatot. De ez több részből áll, ez a ruha. Áll egy szürke részből, meg ebből a vöröses bandából. Ennek a koreai neve az, hogy Changsam. Úgy hívjuk Magyarországon, hogy hosszú köpe. De ilyen szép, nagyon praktikátlan hosszú ujja van, itt egy vitorla. És a másik oldalon is ugyanez, csak azt most nem bontam ki. De a lényeg az, hogy ez egy régi konfuciánus, régi kínai kultúrába tartozó szertartási öltözék. Azért ilyen szép, ilyen vastag gallér van, meg egyebek. És ez a kínai ugye, szellemi osztálynak volt a szertartásos öltözéke. Még nagyon sok filmben látható egyébként, csak tudnod kell hova nézni, mert néha, hogy berejtik meg, ugye, betűrik meg, ilyen különböző dolgok történnek el. Tehát ez nem indiai eredetű, ez kínai eredetű a stílusában. Viszont a szürke szín, hogy nem fekete, meg sötétkék, meg egyebek, az bizony a taoizmusnak az eredménye. A szürke szín az a taoista szín. Rendkívül nyugtató, meg könnyű mosni. És a lényeg az, hogy a kasa, ez a vöröses-barna, vagy barnás-vörös kasa, ez viszont eredeti indiai import. Ezt a Buddha idejéből tudjuk. És akkor a szerzeteseknek nem ilyen kínai ruhája volt, mert ez még nem volt akkor a buddhizmusban benne, az az indiai időszak után következett. Ez a kasa, ez az univerzumot jelképezi, és az ember univerzális felelősséget kanyarít magára, amikor egy ilyet fölvesz. Tehát minden tudatért, minden létezőért felelősek vagyunk. És a szerzetes, aki nem vérszerinti családot alapít, és egy nagy csoportban, egy szangában él, az ezt a felelősséget hangsúlyozottan viseli. Minden tudatért, minden lélekért. Ez ennek a kasának a jelentősége. Ha közelebbről megnézed, itt van benne ilyen nyomat, ez egy kör, ez a teljességet vagy a zent jelképez, és benne a három pont, a Buddha, Dharma és a Sangha. És amit Gábor felolvasott a bevezetőben, ez a koreai buddhizmus Csogye rendjének, a legnagyobb buddhista rendnek a logója. Nagyon régi a logó. Az összes templomnak így legalább az egyik ilyen függőleges tetőzárásán rajta van. Tehát egy nagyon régi szimbólum, a teljesség, melynek magva és támasza a Buddha, Dharma és Sangha. A tanító, a tanítás és a tanítványi közösség. Tehát a Buddha a tanító, a Dharma a tanítás és a Sangha a tanítványok közössége. Ha bármelyik hiányzik, akkor a teljesség vagy a dharmának a gyakorlata az nem lehetséges, az úton járás megszakad. Egy komponenst kivettél belőle, és anélkül nem megy. Tehát kell a tanító, kell a tanítás, és kell a tanítványi közösség azért, hogy te magad haladhass az úton. Hogy mi mindannyian haladhassunk az úton. És hogy minden lény elérhesse a megvilágosodást. Köszönöm. Ja, és ez a csomó. Ez a csomó, ez egy ilyen kötött csomó, ez a koreai kasákra jellemző, a kínaiaknál van egy ilyen gyűrű, meg egy ilyen hosszú, ilyen horgas fa, és akkor azt akasztják így össze. De eredetileg Indiában három darab ilyen kasája volt minden szerzetesnek, mivel ahogy mondtam, nem volt ilyen köpeny. Ezért a három kasából kettőt magára tekert, és a harmadik volt tartalékban. És eredetileg, most kapaszkodj, ezeket a kasákat halotti leplekből varták össze. Ahogy koldulva kapták az ételt, úgy a ruhát a halottak levetett lepleiből kitisztították a folyóparton, és a homoknak a vöröses színe miatt lett ilyen. Tehát homokkal kellett kitisztítani, akkor ilyen autokláv, meg gőzmosoda, meg ilyenek nem voltak. Úgyhogy ilyen szürkés, vöröses, sárgás, attól függ, hogy milyen volt az adott folyópart. Általában vöröses, sárgás lett a színe,
És azokat megtisztították, összevarták, és onnan is van az, hogy itt ilyen szegmensek vannak, ez nem egy darabból van, ezt elég komoly minta szerint varják össze. És ez volt akkor a ruházmány. Úgyhogy ez a hagyományon keresztül ment, és az átadási vonalak azok különböző színben és fazonban adták tovább. Tehát nagyon sokféle színt és kivitelezési módot, szabásmintát láthatsz, de az egyetlen egy igazi jelentése az az, hogy az egész univerzumért vállalok felelősséget, minden lélekért, minden tudatért. Jó? Jó. Egyéb kérdés? Nekem lenne egy kérdés. Igen, és aztán ott hirtelen aktivizálódtunk. Mondjad! Így az öltözék kapcsán jött elő az a dolog, hogy egy konfucionista korabeli dizájn, és a Tao megjelenik a színben, hogy ez a két dolognak a találkozása, hogy az én tudásom szerint kicsit ez egymás ellen volt. Tehát, hogy ahogy Konfucius vélekedett, az a Tao, aki ilyen szemben állt valamilyen módon. Tehát ez így, amikor így történetileg olvasottál az emberünk, kicsit ezt találja. Viszont mind a kettőben én magam találok a dolgot, ami tök jó. Tehát, hogy csak egy kicsit egy történeti dologra szeretnék így vissza, mert sokszor értelek. Nem világos, hogy... Értelek. Már is értelek. Helyzet az, hogy a taoizmus és a buddhizmus az nagyon egy húron pendül. Viszont a konfucianizmussal mind a kettő csattant. A taoizmus az kevésbé látványosan, a buddhizmus sokkal látványosabban. A koreai zenben mind a három jelen van. És azt hiszem, hogy mind a háromból azt sajátította el, amely ahhoz kell, hogy ugye a tan gyakorolhassuk. A konfucianizmus ez egy nagyon komoly hierarchiával, őstisztelettel és egyébben rendelkező, az egy szociális tanítás, tehát ott nincsen transzcendens dimenzió, nincs megszabadulásra való törekvés, a transzcendens dimenzió az egyedül az ősök szellemének a tisztelete. Kész. A taoizmus ez egy nagyon gyönyörű, rejtélyes valami, azért rejtélyes, mert egy darab módszert nem írnak be, sokkal nagyobb a filozófia, mint a buddhizmusban, és nagyon érdekes az a meditáció, amit gyakorolnak, és ez a Tantienre vagy Tanjonra való fókusszal átjött az ember is. Tehát a taoizmus, konfucianizmus, buddhizmus találkozása a zen. És hát ugye konfuciánus uralkodó korában szerették a buddhista szerzeteseket fölparancsolni a hegyre, ez volt a Yi dinasztia, ha történelmet olvasom, 500 évig nem engedték le őket a hegyről, mint csoportot. Egyénileg te lejöhettél, csak nem taníthattál a városban, meditációs templomot nem lehetett létesíteni, a meditációt, illetve a megszabadulást tanát nem lehetett tanítani, csak rituálét, szutrát, mindent, ami az erkölcsöt és az etikát, a társadalom szövedékét szolgálta. És a japán hódítás 1911-ben vetett ennek véget a dinasztiának is, és hát annak a korszaknak is, amikor csak a hegyen lehetett lenni. És én megköszönöm a Yi dinasztia uralkodóinak, hogy ezt tették, mert nem világiasodott el a koreai buddhizmus, közel sem annyira, mint a kínai vagy a japán. Tehát fenn kellett lenni a hegyen, nem volt más, és ott aztán a kolostorokban gyakorolhatott orvérzésig, a megszabadulást elérhette úgy, hogy a társadalmat nem zavarta. És hogyha a társadalom utánpótlást küldött, akkor volt, ha meg nem, akkor nem, és általában volt. Mert az abszolutisztikus, totalitárius uralkodók, azok nagyon gyorsan kitermelik a szenvedést, és azt a réteget, amely meg akar ettől szabadulni. És akkor nem voltak alternatív politikai mozgalmak, nem volt internetes fórum, nem volt ugye, globalizált társadalom, hogy felülsz a repülőgépre és odamész, ahol akarsz, nagyjából, hanem volt a hegy, és volt a kolostor, és hogyha eleged volt, akkor ott megpihenhettél első körben, útra találhattál másodkörben, és gyakorolhattál addig, ameddig akartál életed végéig, hogyha szerzetes vagy szerzetesnő lettél. És nagyon sokan választották ezt. Most az alternatívák tömkelege és az érzékszervi világ megsokszorozódása következik, ez nincs így, csökken a szám. De sose a mennyiségre ment ez. Se a régi Kínában nem így volt, se később Koreában, Japánban vagy egyéb helyen, ahol az ember ment. Ez nem mennyiségi törekvés.
ez minőségi törekvés. Hát én annyira örülök, hogy körülbelül olyan majdnem 25-en vagyunk itt, hogyha csak 5-en lennénk, akkor is megtartanánk ezt az előadást. Ezzel azért szeretnék lelkesíteni mindenkit, hogy a következőre is jöjjön el, hogyha ezt érdekesnek találta. És lépjünk a gyakorlat mezeire közösen. Mert ez egyébként a konfuciánus uralkodóknak egy óriási hatása, hogy ha nem cselekszel, hanem csak ott vagy, ha nem dolgozol azért, hogy meglegyen a célod, akkor ez nem fog teljesülni. Tehát a déli átadás, ahol főleg a szutramentás, Sri Lanka, meg egyéb ugye, déli országok, nagyon sokszor van az, hogy tanulmányozzák a szutrát, olvassák a szakácskönyvet, de nem nagyon ülnek le meditálni, mert a tudás az elég. Nem elég. A megértés önmagában nem segít. A megértés hozzásegít a tapasztalathoz. És ezért kell tenni, ezért kell cselekedni. Felvillant egy másik kérdés itt ezen a tájékon, ha jól emlékszem. Nem akarok hülyeséget kérdezni, de azt szeretném tudni, hogy mi a különbség a tibeti szerzetesek és titek közöttek. Vagy egyáltalán van-e különbség? Szerintem van, de úgy lenne fel a válasz, hogyha ide hozhatnánk egy tibeti szerzetes, hogy nyilatkozzon ő a sajátjáról, én meg a sajátomról. Ugye mások háta mögött itt a hagyományokról beszélni, hát az borzasztó. Tiszta plekka. Hát igen. Biztos, hogy van valami különbség. Nem butaság, csak nem tudok rá válaszolni. Tehát én tudnék általánosságokban beszélni, de a tibeti szerzetesek között is rengeteg különbség van. Van négy nagy rendjük, a Gelug, a Sákja, a Kagyü és a Nyingma. Koreán belül is van négy nagy rend, és még valami 22-23 kisebb rend. Itt ülhetnénk holnap reggeli könyvvel a kezünkben. De inkább azt mondom, ami azonos. Az azonos az, hogy az összes szerzetes gyakorol, meditál, dolgozik másokért. Azért, hogy mindenki elérhesse a felébredést. Hogy mindenki elérhesse a megszabadulást. Utolsó két kérdés, mondd. Nekem az lenne még a kérdésem, hogy hogy találtad meg, hogy te elpatályosodsz ki, mert mi ugye leszületünk ide, vagy megszületünk ide, és nekünk ez a keresztény katolikus vallás, ami úgy... Távolod. Igen, távolod, köszönöm. És hogy abban nem próbálkoztál, vagy ott az nem sikerült megtanulni azokat a dolgokat, amit itt megtanultál, vagy hogy? Nézd, amikor én nagyon komoly kérdéseket tettem föl magamnak és a világnak, akkor sem az Európában honos vallások, sem a tudomány, sem a pszichológia nem adott megfelelő választ, amit én akkor el tudtam volna fogadni. Tehát mi volt az őszinte, mi volt a helyes, hogy addig megyek, amíg meg nem találom azt a választ, amit én keresek, és nem tudom, hogy mit keresek, csak amikor választ kapok, akkor tudom, hogy el tudom megfogadni, vagy nem. És a tapasztalat útját a zenben találtam meg. Én nagyon sok vallással találkoztam, a kereszténység szinte összes fővávfaját így. Benézés, kipróbálás, meg érzés szintjén kitapasztaltam. De beleütköztem, azt mondanám, azokba az akadályokba, amelyeken én nem akartam úgy túlmenni, hogy figyelmen kívül hagyom őket. Mert akkor valójában megint magam elé raktam őket. És az ember találtam egy olyan tanítót és egy olyan módszert, ami úgy éreztem, hogy az első pillanattól segít, és ez a mai napig nem szűnt meg. Ez ahhoz segít hozzá, hogy az a kő, ami én vagyok, az elkopjon az úton. És az ember az úttá váljon. És ezt itt Európában nem kaptam meg. Úgyhogy az első nagy tanítás az úgy volt, hogy feltettem én is egy rakás kérdést az M közösségben 22 évvel ezelőtt, és nem válaszokat és konzerv ortodoxiát és egyéb doktrinákat, meg vallásos nézeteket kaptam, hanem azt a kérdést, hogy honnan jön a kérdés.
miből szólalt az meg. És ha azt eléred, mondták, akkor eléred a választ is. Mert a kérdés és a válasz ugyanarról a helyről jön. Az alfa és az omega az igazi önvalóban van. Ezt egy másik nagy tanító mondta. Hát amikor ezt a bölcsességet az ember meghallja, akkor megtapasztal egy csomó mindent. Egyrészt azt, hogy nem akarja senki sem meghatározni a gondolkodását. De segít szabadnak lenni. Nem akarja megmondani, hogy mit csinálj, de utat mutat, és mehetsz rajta. És elindultál, az csak önerőből teheted, de sohasem vagy egyedül. Úgyhogy ezért vagyok én ebben a ruhában és ebben a hagyományban, mert itt úgy érzem, hogy megtaláltam azt, amit kerestem, és kellőképpen elkoptat. Nem hagy megszilárdulni egy fix énné, egy fix projekcióvá. Nem ragad be a vetítő a robotba. Hanem szépen változtat, és csökkent, és fogyaszt egész addig, amíg az éned teljesen elkopik, amíg teljesen megszűnik. Úgyhogy ezért vagyok itt, és szerintem leszek is, és nekem ezek a kulturális meg egyéb különbségek, ezek már nincsenek. És mivel már egy darab ideje megszűntek, ezért a beszólások is megszűnnek az utcán, ez nagyon érdekes. Tehát, amíg te magadat különösnek érzed, még mindig kapsz ilyen mondatokat, ilyen 10-15 méterről. Nem közelebbről, mert félnek, hogy visszaütsz. Alapállapotban, amikor nem ez van rajta, hanem ilyen kis szürke saolinhoz hasonló ruha, akkor azt hiszik, hogy valami harcművész, aki benne felejtkezett az edzésben. Utolsó kérdés. Mondd. Én akkor kicsit a karmához kanyarodnék vissza. Biztos? Jó, kanyarodjunk. Hát, ha, utolsó kérdés. Hát, ha jól tudom, akkor a karma azt mondja, hogy amit adunk, azt kapunk, és azt várjuk vissza. Nem mindegy, milyen pályán. Hát, próbáld meg ezt elmagyarázni egy olyan embernek, aki állandóan nyírta a saját családját, meg a valóságot, meg mindent maga körül. És nem úgy látszik, hogy visszakapná. Tehát nagyon nagy pályán biztos, hogy visszakapja, lehet, hogy a következő életében. De következmény az nem mindig ilyen puff, ilyen nagyon következetes, hát akkor nem lett volna ez a igen. Kettő darab nagy világégés az elmúlt 100 évben, hogyha ez olyan nagyon gyorsan visszacsapott volna. De volt sajnos. Úgyhogy kérlek, folytasd a kérdéset. Igen, hát hogyha azt mondtuk, hogy ugye nincs jó és rossz, az csak mind ítéletalkotás, akkor mi az, amely által a tetteink minősülnek, tehát amely ezt a szabályt adja, tehát hogyha mi a különbség a között, hogy én egy bogarat tudatosan nyomok szét, vagy csak véletlenül lépek rá? Nem ez a különbség. Az a különbség, hogy belátod-e a bogár szenvedését, vagy nem. Tehát nem jó és rossz van, nem idea van a jóról és a rosszról, ezért mondjuk, hogy hajítsd ki az összes erre vonatkozó elméletet. Hanem nézd meg a lények szenvedését, nézd meg a Földnek a szenvedését, nézd meg azt, hogy fáj. Tehát a fájdalom és a boldogság, a szenvedés és a megváltás, ezek nagyon konkrét fogalmak, de a jó és a rossz, ez egy nagyon-nagyon elméleti, állandóan változó, kulturális, jogi, történeti, financi és egyéb dolgnak kitett fogalompár. Tehát legyünk metszően konkrétak, legyünk rendkívül reálisak. És nézzük meg, hogy az adott helyzetben mi az, ami szenvedést vagy boldogságot teremt. Tehát a valós következményét lássam a cselekedeteimnek, és ne valami ideológiából, vallásból, politikából és egyébből gondolkodjam. Hát nézz körül! A jóról és a rosszról alkotott fixa ideák teszik tönkre az életünket. Tehát a karma rendkívül világos, az ok és okozat elkerülhetetlen. De pont ennek a nem látása, a tudatos figyelmen kívülhagyása, a teljesen önkényes fogalmakkal való behelyettesítése, az illúziókhoz való ragaszkodás az, ami pokollá teszi az életünket, és ezt mind mi csináljuk. És nem kéne. Ez nem szükségszerű. Ennek nem kell így lennie. Mi mind tudunk másképp gondolkodni, érezni, beszélni és cselekedni. Csak meg kell találni azt, ami ezeken túl van. Ami ezeknek az eredője és befejezője. Hát ez az, ami benned lát.
ez az, ami benned hal, szagol, ízlel, gondolkodik, emlékszik, érez. Na találjuk ezt meg, és ez a fajta minőségváltozás bennünk azon nyomban megváltoztat mindent körülöttünk. A tudatos énünk ehhez kevés. Az kb. 5%. A tudattalanunk az a kb. 95, amit nem tapasztaltunk magunkból. Ott vannak a nagy titkok elrejtve, és még azok a titkok sem az abszolút. Még az sem te vagy, de azoknak a feloldása nélkül nem tudsz tovább lépni. Tehát lásd meg a karmát. Ne gondolkodj róla, ne ítéld, ne címezd meg, de lásd úgy, ahogy van. Ettől növünk föl szellemileg. Ettől leszünk megvilágosodottabbak, mint korábban. Ettől tudunk segíteni magunkon és másokon. Megköszönöm mindenkinek az értékes figyelmet, a jelenlétet, a nagyon-nagyon jó kérdéseket, és azokat a szemeket és füleket, azt a tudatot, amely befogadta és feldolgozza mindezt. Kívánom azt, hogy minél többet gyakorolhassunk közösen, érjük el együtt a megvilágosodást, és szabadítsunk meg minden érzőlényt a szenvedéstől. Köszönöm!